Gréci Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Utoljára egy szocialista vendégem beszélt arról, hogy, mire, mennyi stadionra, mennyi pénz jut, tehát ugye a pénz elosztásokról beszéltünk, és hogy például itt a pénz elosztásra, a költségvetési különböző rublikákban volt az ivóvíz ellátásra, a honvédségi lajtos kocsik számának a nem tudom mit csinál, gyarapítása. És utoljára, de lehet, hogy először is, akkor beszéltünk arról, hogy hány településen nincs megoldva az egészséges ivóvíz, pedig erre még uniós forrás is van. Hát most hirtelenjében itt valakik észbe kaptak, mert most már megy ennek a pénznek a szétosztása. Ez már évek óta rendelkezésre állt ez a pénz, csak eddig nem volt ki dolgozzon érte, vagy mit tud erről? Igen, hirtelen nagyon sürgős lett ez az ügy. Jó estét kívánok a Fidesznek és a kormánynak, mert ez az uniós pénz valóban itt állt már, ez egy több mint 100 milliárd forintos keret. Ennyit arról, hogy most Brüsszel, meg Moszkva, meg az Unió az nekünk árt, vagy nem árt. Szóval ez egy uniós forrás, több mint 100 milliárd forint, és arról szól, hogy a magyar ivóvizet ihatóvá kell tenni minden településen, és ennek az összegnek a felhasználási ideje ez vészesen fogyni kezdett, és azért a Fidesz gyorsan úgy döntött, vagy a kormány, hogy ezt a pénzt szétdobálja, és megpróbálja. De ezt már felhasználhattuk volna tavaly, vagy tavaly előtt, vagy azt meg előző korábban években is föl lehetett volna használni, és most csodák csodájára az történik, hogy ismét Orbán Viktor érdekeltségi körei bukkannak fel ebben a történetben is. Van például egy több mint 30 milliárdos projekt, amit egy békési fideszes képviselő urambocsá véletlenül Mészáros Lőrinccel, a Felcsúti Futballakadémia milliárdos gázszerelőjével közösen fog felhasználni. Gáz és víz. Hát akkor lehet, hogy víz. Igen, lehet. De hát ebből csak gáz lesz már megint, úgy érzem, és kevésbé lesz víz. De egyébként ugyanilyen történet van egy másik is, amikor... De Mészáros Lőrincnek milyen kapcsolatai vannak Békésbe? Hát nyilván a Fideszes képviselő, Ez már akkor a céghálózat, a Mészáros és Mészáros? Hát én nem tudom, hogy ez... Én csak a meccsen láttam. Igen. Jó nagy embetű volt rajtuk, igen. Ez a bért pont én adnék a közpénznek. Valószínűleg azt jelzi ez a rövidítés. Szóval egy másik történetben meg felbukkant Tiborcz István, akinek egy korábbi üzlettársa bukkant fel most az ivóvíz projekt környékén, úgyhogy... Az mi az, egy korábbi üzlettársa? Egyszer vett tőle valamit? Vagy van egy cég, közös cég? Van egy cég, amelyik szintén részt vesz ebben az ivóvíz projektben, és ebbe hirtelen betársult egy másik KFT, amelynek egy korábbi tulajdonosa, Tiborcz István, korábbi üzlettársa, üzletfele volt. Tehát előbb-utóbb mindenki... Kicsi ország, kicsi üzleti körök. És mindig valahogy Orbán Viktor, ugye Mészáros Lőrinc elvileg ennek a Tiborcnak munkáltatója, tehát így aztán most megint körbeért a családi történet, úgyhogy most már ivóvízmutyi is van Magyarországon, a demokrácia és a tisztességes közpénzfelhasználás nagyobb dicsőségére. De önök még Simicska Lajost is emlegették most, nem a közleményükben? Vagy azt nem, szerintem csak... Simicska Lajost ebben talán kivételesen nem, de meglepne, ha előbb-utóbb nem, ezeket a lajtos kocsikat nem a közgép gyártaná, vagy nem tudom. Tehát előbb-utóbb biztos fő is föl fog bukkanni, nincs kétségem e felől. Most már a gátlástalanság olyan méreteket ölt, amit most már nagyon nehéz lesz egy idő után überelni. Az egy dolog az überelés, tehát ki az, aki még jobban tudja a pénzt osztani, vagy még ügyesebben tudja a pénzt osztani kormányzati szinten, hanem igazából nincs mit kifogásolni, tehát amikor törvényileg minden rendben van, akkor az, hogy mi etikus, az egy teljesen más kérdés, arról meg a választók mondhatnak majd ítéletet 4 évente bármikor, már úgy, hogy bármelyik párt esetében. De úgy látszik, mégse vitte át az inger küszöböt, hogyha még visszakanyarodhatunk egy gondolat erejéig az április 6-ai naphoz, tehát akár a közgép esetei, akár a Felcsúti Pancsó Aréna, akár a trafik, akár a föld, víz, minden, föld, víz, levegő, bármit említünk a választóknak, ezek szerint még sem. Én emlékszem, 53. augusztus 20-án felavatták a Népstadiont, hogy még Rákosi Mátyás kezdett el építeni, és egy ország volt nagyon boldog, és úgy tűnt legalábbis, hogy mindenki nagyon boldog, kitüntették azt a hanovistákat, mindenki nagyon büszke volt a létesítményre, 3 év múlva Rákosi Mátyásnak el kellett hagyni ezt az országot, és soha többet nem térhetett haza. Tehát az, hogy per pillanat mit él meg egy nép, vagy hogy miért alakult az az úgy, az az április 6-a, ahogy alakult, ez nyilván nagyon
fontos lesz elemezni, értékelni az ellenzéki pártoknak, ugye nyilván a DK-nak is nagyon sok mindent végig kell gondolni ebben a helyzetben, hogy mit és hogyan kell a jövőben csinálni, de ettől még a gazemberség az gazemberség, ha egy ideig, óráig az emberek el is tudják fedni, akik ezért felelősek, előbb-utóbb minden ilyen gazemberség lelepleződik. Hát viszont jól fognak járni azok a települések, ahol végre, vagy amely településeken végre egészséges, minőségű ivóvíz lesz a közeljövőben. Köszönöm szépen a hívót. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Tartsanak továbbra is velünk, kezdődik a Vox, mert hogy a kedv van, bár ez a hét első munkanapja. Havas Henrikkel, én holnap este várom Önöket, ugyanitt, ugyanekkor, viszontlátásra.